Jobbik tisztító kongresszusa engem választott meg a Jobbik elnökévé. Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti képviselője lett a párt új elnöke. Erről döntött legalábbis a szombati kongresszus. Gyöngyösi Mártonnak egyébként a legemlékezetesebb politikai teljesítménye egy 2012-es parlamenti felszólalás volt. Pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a Magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizony is nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Fognak dönteni a Kapp Péter sorsáról a közeljövőben? Elmondtam, mindenkinek a munkájára számítok, és most már a munkára szeretnék koncentrálni, a teljes Jobbik frakcióval és a teljes elnökséggel a hátam mögött. Számítanak esetleg kilépésekre? Nem számítunk kilépésekre. Mit gondol, 4 év múlva parlamenti párt lehet a Jobbik? Természetesen. A Jobbikot már sokszor eltemették, és még mindig itt vagyunk. Dolgozni fogunk. A következő 4 évben meg fogunk szólítani mindenkit, aki egy valódi nemzeti, valódi konzervatív és valódi keresztényi politikára kíváncsi. Mi ezeknek az embereknek fogjuk elsősorban a képviseletét ellátni, és az ellenzéki szavazókat is fel fogjuk rázni. Gyöngyösi Márton úgy került a párt élére, hogy visszalépett a javára Ander Balázs, a Jobbik egyik alelnöke. Ha hárman maradunk azon a színpadon, akkor egészen egyszerűen most nincs a Jobbiknak elnöke, a Fidesz médiája pedig hangos gúnykacallal illet minket. Ezt el kellett kerülni. Bízok abban, hogy most már végre a választók érdemi képviseletével tudunk foglalkozni, és nem ezzel a saját magunk szórakoztatásával. Ugye az előző tisztújtó kongresszus alig 2 hónappal ezelőtt volt, szavaiból úgy veszem ki, hogy bízik benne, hogy 2 hónap múlva nem lesz egy újabb ilyen kongresszus. Nagyon-nagyon bízok benne. A feleségem se örülne, tehát hogy ugyebár így a nyaralás az mindig csak tolódik, de nem. Én úgy látom, hogy nem lesz 2 hónap múlva a Jobbikon belül tisztújítás.